Szüleim mindketten három gyerekes családból valók. Az édesanyám demográfus kutató volt, édesapám mérnök, és mi is hárman vagyunk testvérek. Három lány. Én vagyok a legidősebb, és Budapesten nőttünk föl. Hát amikor a pályát kellett választani, akkor nem tudtam igazán, hogy mi legyek, és végül a biológia mellett döntöttem, és próbáltam az ELTE-re a kutatóbiológus szakra bejutni, de ez nem sikerült, és akkor egy évig dolgoztam, és végül az Agráregyetemen végeztem. Amikor harmad vagy negyedéves voltam, akkor rájöttem, hogy nem akarok kutató lenni. És akkor most mit csináljak? És azt gondoltam, hogy ha már itt a diplomám, akkor lássuk a gyakorlatot, és egy TS-ben lettem állattenyésztő. 73-ban végeztem, 74-ben férjhez mentem, és akkor jött az első gyerek, és attól kezdve az agráriumnak befellegzett. Amikor gyerekeim lettek, akkor megváltozott a prioritási rend, és akkor a gyerekek voltak a középpontban, és addig, ameddig, olyan mértékben, ahogy szükség volt. És akkor a harmadik gyerek után akkor fáradtnak éreztem magam, meg azt is, hogy valamit tölteni kell a kosárban, nem lehet csak kivenni belőle. És egy jó barát javaslatára elmentem önkéntesnek a lelki elsősegélyszolgálathoz, ami azt jelentette, hogy egy héten egyszer, két éven át képzésben kellett lenni. Csak úgy nem lehet önkénteskedni, vagy beesni a szolgálatba. És ez pont elég volt ahhoz, hogy töltődjem, és emellett a gyerekek dolgát intézzem. De ez a férjem segítsége is kellett. Utólag azt mondom, hogy a gyes életmódhoz jó férj kell. Nincs egy személyi alapítója a Noénak. Legalább három felől indult a gondolat. Az egyik az egy civil dolog, abszolút civil dolog volt. Itt a 11. kerületben egy tanárember kezdett mozgolódni. A másik a zugligeti plébánia volt. És a harmadik a hazafias népfront. Most mi készülünk a Noé 30. születésnapjára, és átnéztem egy csomó régi korabeli iratot. És ez a három szál valami varázslatos módon, mert tényleg senki nem tudja megmondani, hogy hogyan, de összejött, összeszaladt, és akkor elkezdett alakulni a dolog. A családokat rengeteg előítélet érte, és tulajdonképpen éri ma is a nagy családokat. 87-ben tervezték és alakították ki a személyi jövedelemadórendszert. És akkor az eltartotti terheket nem akarták figyelembe venni. A szervezők között volt egy úgynevezett adócsoport, mikor ezek jelezték, hogy hoppá, hát azért az nem igazság, hogy ezt ne vegyék figyelembe, akkor elmentek egész magas helyekig, és akkor az adó törvény kidolgozásai felelős ember azt mondta, hogy hát ez egy olyan kis réteg, hogy ezzel nem érdemes foglalkozni. És hát óriási lobbizás következett az akkori viszonyok között, és sikerült elérni, hogy legalább a három és több gyerekesek adóalapkedvezményt kapjanak. A családot mi értéknek tartjuk, és meg egy jó életformának, és ezt úgy szerettük volna megmutatni, meg terjeszteni. Mi úgy szoktuk mondani a magunk nyelvén, hogy érdekképviselet, közösségépítés és értékfelmutatás.
Hát az érdekvédelem az világos, az, és tulajdonképpen ez a leglátványosabb is, mert ezt a sajtó is fölkapja. Az értékfelmutatás az egy nehezebb dolog, de csináljuk máig. Egyrészt a helyi közösségeink, pontosan ők is a maguk szintjén ellátják ezt a hármas feladatot. Azon kívül pedig nagyon sok rendezvényünk van, amiben ezt meg tudjuk mutatni. Két évente voltak családkongresszusaink, nagy nemzetközi találkozóink, és így tovább. De a legfontosabb azért azt gondolom az, hogyha a nagy családosok hitelesen élik a maguk életét. A közösségépítés a harmadik, az pedig alapszabályunk úgy szól, hogy a cél a nagycsaládosokat egymást ismerő és segítő közösségeké szervezni. Nóinak az értékrendje az olyan, hogy minden jó akaratú ember egyet tud érteni vele. Az élet tiszteletével, házasság erősítése, anyaság támogatása vagy elismerése, a közösségben lét, ezek mind olyan értékek, amit minden jó akaratú ember magáinak vallhat, és az élet tiszteletére is sokféle elgondolásból lehet jutni. Az Otthon Segítünk Alapítványt szerveztem meg. Tudnélik, én ismertem már 90-es évek kezdetétől az alapítót, a Margaret Harrison-t, aki Angliában hozta ezt létre Homestart néven. És tudtam, hogy ez egy nagyon jó dolog. Ez nem krízisre szolgál, hanem, ha nagyon tudományosan akarom mondani, akkor primér prevencióra. Tehát az anyát akkor segíti, amikor kifárad, amikor valamit elbizonytalanodik, vagy és megerősíti, hogy bírja tovább, hogy nézze át a lehetőségeit, szervezze meg újra az életét. Tehát mellé áll egy szülői tapasztalatú önkéntes. Kok Máriával, illetve a családját már fiatal koromban ismertem, de igazából szakmailag találkoztunk össze, és bármikor tanácsot, vagy akár személyi javaslatot kértem tőle szakmai dolgokban, akkor mindig készségesen állt mellém, és mindig minden tanácsa bevált. Mária hívott, amikor a népesedési kerekasztalt egybe hívta, ott a legelső ötletelésnél már meghívott. Aztán részt is vettem benne, és mikor ő hirtelen elhunyt, akkor én kaptam meg a megbízást a kerekasztal tagjaitól, hogy vezessem tovább, és 3 évig vezettem a kerekasztalt az ő szellemiségében. Olyan fiatal felnőttként elgondoltam, hogy mi a dolgom a világban, hogy nekem itt felelősségem, meg helyem, meg egyáltalán mi a dolgom, és próbáltam azt mindig megtalálni, és akkor afelé menni. Aztán végül is megtaláltam. Nem is én találtam meg, hanem rám talált. Én úgy érzem, és sok vezetést kaptam fölülről. Én azt gondolom, hogy azt tehettem, amit szerettem, amire képességeket éreztem magamban. Úgyhogy én mind családilag, mind idézőjelben karrierileg én elégedett vagyok.